futzál. Soron kívüli testületi ülés. Súlyosbítást kért az ügyész a Kun Mediátor ügyben. Kis kukták főztek a lovagi udvarban. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. január 21-én 18 óra 5 perckor. A városi sportcsarnok adott otthont a megyei futzál diákolimpiai döntőjének. A részletekről Veres Pált, a diákolimpiai szervezet megyei vezetőjét kérdeztük. A szakember szólt arról, hogy az elmúlt két évben a Covid miatt nem tudtak megyei döntőket rendezni, így szeptemberben 32 csapat nevezett. A csoportmérkőzések után három elődöntő volt, ahonnan a dobogósok, két-két szolnoki, karcagi és jászberényi csapat jutott a karcagi megyei döntőbe. Azzal kezdeném, hogy a Covid nagyon betartott nekünk, az elmúlt két tanévünk tönkrement, nem tudtunk megyei döntőket rendezni, úgyhogy ebben az évben, szeptemberben nagy éhséggel indultak az iskolák, és 32 nevezés érkezett. A 32 csapatot csoportokba osztottuk, a csoportmérkőzések után három elődöntő volt, és a három elődöntő első-második helyezettje jutott ide. Az az érdekes, hogy két szolnoki, két karcagi és két jászberényi csapat játssza a megyei döntőt. A Covid a gyerekektől elvett rengeteg foci és egyéb élményt, amit most pótolnak a labdajátékok esetében, mondta a szakember, aki úgy látja, nincs kevesebb induló, mint 2018-2019-ben. A Covid elvett tőlük rengeteg foci és egyéb élményt, és most ezt pótolják. Én a labdajátékok ugye most zajlottak le, azt tapasztaltam, hogy semmivel sem volt kevesebb induló, mint a béke években, tehát 19-18-as években. Azt mondom, a labda az csábító, és jönnek. Én látom napközben is, hogy az iskola udvarán is ugyanúgy pattog a labda, néha még viccből maszkba is játsszák a focit. Én úgy gondolom, hogy a Covid az elvett tőlük, de most próbálják utolérni magukat. A foci csábító, napközben az iskolák udvarán pattog a labda, így próbálják utolérni magukat a játékban is a fiatalok. Karcagon a negyedik korcsoport, általános iskola 7.-8. osztályosai játszanak a megyei bajnoki címért, és az első-második helyezett az országos elődöntőbe jut. Itt most a negyedik korcsoport, ez azt jelenti, hogy az általános iskola 7.-8. osztályos tanulók. Ennek az arany, ezüst, bronzérmen kívül, meg hogy ki a megyei bajnok, további tétje van, mert az első-második helyezett a mai napról az országos elődöntőbe fog szerepelni. 24-es elődöntő, tehát a legjobb 24 közé kerül. A megyei mezőny kiegyenlített, sok döntetlen mérkőzés született, és nyertesek amatőrként szépen helyt állnak majd az országos versenyen is. Véli Veres Pál, aki köszöni a városnak, hogy itt rendezhették meg a megyei döntőt. Soron kívüli testületi ülést tartott Karcagváros önkormányzatának képviselőtestülete. Tisztelt hölgyek, urak, kedves vendégek, köszöntöm a képviselőtestület tagjait, valamennyi meghívott vendéget, és természetesen a televízió nézőket. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy 10 képviselő megjelent a mai testületi ülésen, távolmaradását bejelentette Kozma Dániel képviselő úr. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitom. Tisztelt képviselőtestület, indítványozom, hogy a képviselőtestület a kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően tárgyalja meg a napirendeket. Azzal a változással, hogy az alábbi napirendi pont kerüljön felvételre 5. pót napirendi pontként, javaslat a kórházút 10 szám alatti 86 négyzetméter alapterületű nem lakás céljára szolgáló helység Divinyi Anikó részére történő bérbeadásról. Tisztelt képviselőtestület, először a módosító indítvány elfogadásáról kell dönteni. Aki egyetért vele, hogy kerüljön napirendi pontként felvételre, az kérem jelezze, igen, nem, tartózkodás, egyhangulag került.
elfogadásra. Kérdezem, hogy van-e valakinek további napi rendi ponti javaslata, amennyiben nincs, akkor a kiküldött meghívó alapján, illetve a módosított pótrenddel kiegészítve, aki elfogadja a napi rendi pontokat, kérem jelezze, igen, nem, tartózkodás egyhangulag került elfogadásra. Tisztelt képviselőtestület, javaslom, hogy a most felvételre került 5. napi rendi pontot, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. önkormányzati törvény alapján zárt ülés keretében tárgyalja meg a képviselőtestület. Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással jelezze, igen, nem, tartózkodás egyhangulag került elfogadásra. Tisztelt képviselőtestület, napi rend előtti kérdések feltevésére van lehetőség. Kérdezem, hogy valaki kíván a napi rend előtt szólni. Ha nem, akkor javaslom, hogy térjünk rá a napi rendi pontok megtárgyalására. Első napi rendi pontunk javaslat a gyermeknevelés támogató humán infrastruktúra fejlesztése megvalósítására kiírt pályázaton való részvételre. A terület és település fejlesztési operatív program plusz, ugye a továbbiakban ezt majd hivatalosan is top pluszos pályázatoknak fogjuk nevezni. Én bízom abban, hogy elég sokszor fogjuk majd emlegetni a jövőben ezt a eddig top, most már top plusznak nevezett pályázati lehetőséget. Tehát a top plusz keretében az irányító hatóság felhívást tett közé gyermeknevelés támogató humán infrastruktúra fejlesztése címmel. Az igényelhető visszanemtérítendő támogatás összege tervezetten 50 millió forint, és a visszanemtérítendő támogatás intenzitásának mértéke, tehát a támogatás 100%-os intenzitású. Ennek alapján, illetve a felmért és előkészített pályázati anyag alapján javaslom, hogy Karcagváros önkormányzata nyújtson be pályázatot a Madarász Imre Egyesített Óvoda Kinizsi úti tagovodájának tető felújítására. Természetesen, hogyha a pályázatot elnyerjük, akkor nyilván ennek majd a költségvetésben is vonzata lesz, ahogy a határozat is tartalmazza, hiszen az elnyert összeget, természetes, hogy a legmagasabb támogatást célozzuk meg ebben az esetben, ezt majd a költségvetésünkbe be kell építeni. Vitára bocsájtom, kérdés, hozzászólás a témával kapcsolatban van-e? Karcagi Nagy Zoltán képviselő úr. Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester úr, jegyző úr, kedves képviselőtársak, jelenlévők, tisztelt televíziónézők. A testületi ülést megelőzően ülésezett a pénzügyi és fejlesztési bizottság. Valamennyi napirendi pontot megtárgyaltuk, tehát az összeset, ami most itt a napirendi pontok között szerepel, és mindegyiket egyhangulag támogatta a bizottságunk, a testületnek pedig szintén támogatásra javasolja. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. További kérdés, hozzászólás, vélemény. Ha nincs, akkor azt javaslom, hogy támogassuk ennek a pályázatnak a benyújtását, hiszen egy újabb intézmény, egy újabb gyermekintézmény, gyermekek nevelésével foglalkozó intézmény tud remélhetőleg megújulni, és ahogy láttuk, a Kinizsi úti tagovoda teteje valóban egyfajta átalakulásra szorul. Nézek igazgatóasszonyra, és ő is bólogat. Tisztelt képviselőtestület, aki támogatja, az kérem jelezze majd, de név szerinti szavazás kell természetesen a összeghatárra való tekintettel, úgyhogy kérem ennek megfelelően jelezni majd a szavazatot. Molnár Pál képviselő úr. Igen. Dr. Kanász Nagy László. Igen. Nagyné László Erzsébet. Igen. Gyurcsek János. Igen. Dr. Pintér Zoltán. Igen. Karcagi Nagy Zoltán. Igen. Szepesi Tibor, igen. Pánti Ildikó. Igen. Andrássy András. Igen. Lengyel János. Igen. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy 10 igen szavazattal a pályázat benyújtását egyhangulag támogatta Karcagváros önkormányzata. Második napirendi pontunk. Javaslat a népi építészeti program keretében a magyarországi tájházak helyreállítását támogató szakmai dokumentációk elkészítésére igényelhető támogatásra. A 1021/2019-es kormány határozat a népi építészeti program megvalósításával összefüggő szakmai minőségbiztosítási és egyéb
feladatok ellátásával a Teleki László Alapítványt bízta meg, amely pályázat kiírójához Karcagváros önkormányzata 25/2021-es határozatával pályázott, illetve sikeres pályázatot nyújtott be a nagykunsági tájház, sütőház kemencéjének és tetőszerkezetének felújítására. Az elnyert támogatási összeg 1,5 millió forint, melyhez az eredeti határozatban 375 000 forint önerőbiztosítását vállalta önkormányzatunk. Ugye a menet közben kialakult áremelkedések nem teszik lehetővé ebből a forrásból a pályázat megvalósítását, így további önerő biztosítása szükséges. Pontosabban a 375 000 forint önerő helyett 662 810 forint az az önerő, amelyet szükséges biztosítani a sikeres megvalósításhoz. Ugye erre kaptunk árajánlatot, hogy be tudjuk fejezni ezt a pályázatot. Ebben az esetben is még én azt gondolom, hogy megéri a befektetés, hiszen egy 70%-os támogatási intenzitásról beszélünk, 30% önerő biztosítása mellett. Én azt gondolom, hogy ennek a tájházi berendezésnek, tehát a sütőház kemencének és a tetőszerkezetének felújítása is mindenképpen egy turisztikai látványosságba való beruházás önkormányzatunk részéről. Én támogatásra javaslom, de vitára bocsájtom, kérdés hozzászólása előterjesztéssel kapcsolatban van-e. Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom, aki egyetért vele, kérem jelezze igen, nem, tartózkodás, egyhangulag került elfogadásra. Harmadik napirendi pontunk, javaslat, az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázaton való részvételre. Top pluszos pályázatról beszélünk, most már nem mondom végig, hiszen sokszor fogjuk majd hallani valóban ezt a szót, hogy top pluszos pályázat. Az előző testületi ülésen döntöttünk arról, hogy pályázatot nyújtunk be hasonló témában, csak a karcagvárosi sportcsarnok energetikai korszerűsítésére, és egyben szerettünk volna benyújtani egy pályázatot a sportcsarnok korszerűsítésére, energetikájának, fűtésének korszerűsítésére, illetve a jelen előterjesztésben szereplő Dózsa György út 4 szám alatti telephelynek a korszerűsítésére. Menet közben a tárgyalások, illetve az előkészítések abban a formában zajlottak, hogy várhatóan az az összeg, amelyet jóvá hagytunk, az a sportcsarnok energetikai korszerűsítésére teljes egészében szükséges lesz. Ezért úgy ítéltük meg, hogy célszerű egy második pályázat benyújtása, tehát egy külön pályázatban benyújtani a Dózsa György út 4 szám alatti épület energetikai korszerűsítését. Ugye fűtéskorszerűsítésről és nyílászárók korszerűsítéséről van szó. 100%-os támogatású a pályázat, és jelen formában egy 70 millió forint visszanemtérítendő támogatásra tudunk pályázni ebben a javaslatban. Vitára bocsájtam, kérdés, hozzászólás a javaslattal kapcsolatban. Ha nincs, akkor én elfogadásra javaslom. Az összeghatár miatt ugye itt is név szerinti szavazás szükséges. Kérem, hogy ennek megfelelően nyilatkozzon majd mindenki. Molnár Pál. Igen. Dr. Kanász Nagy László. Igen. Nagyné László Erzsébet. Igen. Gyurcsek János. Igen. Dr. Pintér Zoltán. Igen. Karcagi Nagy Zoltán. Igen. Szepesi Tibor. Igen. Pánti Ildikó. Igen. Andrássy András. Igen. Lengyel János. Igen. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy 10 igen szavazattal önkormányzatunk támogatja a pályázat benyújtását. Negyedik napirendi pontunk, javaslat a bölcsődei fejlesztési program című pályázat benyújtására, valamint a megvalósításának és finanszírozásának tervezett pénzügyi ütemezésére szóló javaslat kerül megtárgyalásra. Karcagváros önkormányzat képviselő testülete a 260/2021-es november 25-i határozatával döntött arról, hogy Karcagváros önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Széchenyi István sugárút 69 szám alatti ingatlan vonatkozásában a pénzügyminiszter által kiírt bölcsödei fejlesztési program tárgyú pályázaton, amiről jelen pillanatban is beszélünk,
ugye 570, közel 570 millió forint vissza nem térítendő támogatásra nyújt be pályázatot. Ne tévesszem meg senkit a Széchenyi István sugárút 69 szám, hiszen ez a hivatalos száma, egyébként a vasútúti bölcsödéről beszélünk. A pályázat sikeresen benyújtásra került 2021. december 1-én. A eljáró hatóság hiánypótlásra szólított föl bennünket. Ez a hiánypótlás folyamatban volt. Menet közben a pályázat kiírója a kormány bölcsődei férőhelyek létrehozására irányuló célkitűzésével összhangban módosította a pályázati kiírást, és egy magasabb összeget tett lehetővé a pályázat 100%, illetve 95%-os intenzitása mellett. Tehát egy nagyobb összegre tudunk pályázni, hiszen a város lakosságának arányában lehetőségünk van arra, hogy ezt a pályázati keretösszeget megemeljük, és ebben az esetben ez a pályázati keretösszeg az önerővel együtt 707 millió forintra növekszik. Én azt gondolom, hogy használjuk ki azt a lehetőséget, hogy a maximális támogatás elnyerése érdekében nyújtunk be pályázatot, és ebből tudjuk megvalósítani majd ennek a bölcsődének az újjáépítését, hiszen itt nem arról beszélünk, hogy felújítunk egy bölcsőde épületet, hanem egy teljesen új épületet kívánunk felhúzni a meglévő helyén. Vitára bocsájtom a napirendet, kérdés, hozzászólás ezzel kapcsolatban van-e? Ha nincs, akkor támogatásra javaslom. Két határozatot kell elfogadnunk, az egyik a pályázat benyújtásáról szól, a másik pedig az anyagban szereplő finanszírozási tervről, hiszen ezt is kéri tőlünk az eljáró hatóság. Ugye meg kell mondani azt, hogy milyen ütemezéssel kívánjuk felhasználni az esetlegesen elnyerendő támogatást. És tudom, hogy az előző testületi ülésen már volt erre irányuló kérdés, és örömmel jelentem, hogy a tegnapi napon aláírásra került az a kivitelezői szerződés, amely a Varró úti bölcsödének a felújításával, illetve az elnyert támogatás felhasználásával kapcsolatos. A mai napon megtörtént a munkaterület átadása, tehát vélhetően 2022. augusztus végére elkészül a Varró úti bölcsöde reményeink szerint. Tehát, hogyha elnyerjük jelen előterjesztésben szereplő pályázati összeget, akkor egy folyamatos bölcsöde felújítási programot tudunk eszközölni, amikor kiköltöznek az idéglenes helyről a bölcsödések, akkor be tudnak költözni a Varró utcáról, és el tud kezdődni reményeink szerint ez a felújítás is. Támogatásra javaslom, először arról kell döntenünk név szerinti szavazással, hogy benyújtjuk-e a pályázatot. Kérem erről a képviselőtestületét nyilatkozni. Molnár Pál. Igen. Dr. Kanász Nagy László. Igen. Nagy Mély László Erzsébet. Igen. Gyurcsek János. Dr. Pintér Zoltán. Igen. Karcagi Nagy Zoltán. Igen. Szepesi Tibor. Igen. Pánti Ildikó. Igen. Andrássy András. Igen. Lengyel János. Igen. Megállapítom, hogy egyhangulag 10 igen szavazattal a pályázat benyújtásáról döntött a képviselőtestület. A következő szavazásnál pedig a pályázat megvalósításának és finanszírozásának tervezett időbeni ütemezéséről kell döntenünk, szintén név szerinti szavazáson. Molnár Pál. Igen. Dr. Kanász Nagy László. Igen. Nagy Mély László Erzsébet. Igen. Gyurcsek János. Igen. Bocsánat. Dr. Pintér Zoltán. Igen. Karcagi Nagy Zoltán. Igen. Szepesi Tibor. Igen. Pánti Ildikó. Igen. Andrássy András. Lengyel János. Igen. Köszönöm, megállapítom, hogy 10 igen szavazattal egyhangulag elfogadtuk a finanszírozási tervet. Tisztelt képviselőtestület, bejelentem, hogy legközelebb munkaterv szerint 2022. január 27-én csütörtökön 15 órai kezdett el a költségvetéshez kapcsolódó közmeghallgatással egybekötve ülésezik a képviselőtestület. Kérdezem, hogy erre az ülésre van-e valakinek napirendi ponti javaslata? Ha nincs, akkor nyilván a kiküldött meghívóban szereplő napirendeket fogjuk majd megtárgyalni. Tisztelt képviselőtestület, megköszönöm a képviselőtestület tagjainak, a meghívott vendégeknek a megjelenést, aktivitást. Köszönöm a televízió nézők figyelmét. A mai testületi ülést bezárom.
A főügyészség fellebbezése az úgynevezett kormediátor ügyben az ítélet súlyosbításán a kiszabott szabadságvesztés tartalmának lényeges elemelését indítványozta. Az üzletszerűen elkövetett különösen jelentős kárt okozó csalás büntette és más bűncselekmények miatt indított büntetőügyben a szolnoki törvényszék 2022. január 7-én 10 év börtönben letöltendő szabadságvesztésre és 5 millió 400 ezer forint pénzbüntetésre ítélte a Bróker Marcsi néven elhíresült karcaginőt. Az elsőfokú bíróság ezt meghaladóan a közügyek gyakorlásától 10 évre, míg a cégvezető foglalkozástól véglegesen eltiltotta a 68 éves vádlottat, valamint őt is jelenleg felszámolás alatt álló cégét külön-külön 1 milliárd 587 millió 220 ezer 474 forint erejéig vagyon elkobzással is sújtotta. A Jászhegyszolnok megyei főügyészség az ítélet kihirdetésekor indítványt tett a bűnügyi felügyelet alatt álló volt cégvezető letartóztatásának elrendelésére, mert a kiszabott szabadságvesztés tartamára figyelemmel megalapozottan feltehető, hogy a legszigorúbb kényszerintézkedés elrendelése nélkül elrejtőzne a hatóságok elől, és tartani kell attól is, hogy folytatná csak nem 14 éven át űzött bűnös tevékenységét. A Jászhegyszolnok megyei főügyészség az ítélet kihirdetésekor indítványozta a bűnügyi felügyelet alatt álló volt cégvezető letartóztatásának elrendelését, mert a főügyészség álláspontja szerint a kiszabott szabadságvesztés tartamára figyelemmel megalapozottan feltehető, hogy a legszigorúbb kényszerintézkedés elrendelése nélkül a nő elrejtőzne a hatóságok elől, és tartani kell attól is, hogy folytatná csak nem 14 éven át űzött bűnös tevékenységét. A törvényszék elutasította az ügyészi indítványt, és a bűnügyi felügyeletet tartotta fenn, a főügyészség fellebbezett a bíróság végzése ellen. A Jászhegyszolnok megyei főügyészség fellebbezést jelentett be a törvényszéknek az ügy érdemében hozott döntése az ítélete ellen is. A főügyészség fellebbezésének célja, hogy a másodfokú bíróság azon bűncselekmények, így további 107 sértett sérelmére megvalósított csalássorozat, jogosulatlan pénzügyi tevékenység büntette és számvitel rendjének megsértése büntette vonatkozásában is mondja ki bűnösnek a vádlottat, amelyek kapcsán az elsőfokú bíróság azzal az indokolással szüntette meg a büntető eljárást, hogy azoknak a jelentősebb tárgyi súlyú bűncselekmények mellett a nő felelősségre vonása szempontjából nincs jelentősége. Mindezekre figyelemmel a főügyészség fellebezése az ítélet súlyosítását, a kiszabott szabadságvesztés tartamának lényeges felemelését, valamint a vádlott családtagjaival és az érdekkörébe tartozó céggel szembeni további vagyonelkobzás elrendelését is célozza. Az ügy a szegedi ítélőtáblán folytatódik. A Karcagi Általános Iskola és Alapfokon Művészeti Iskola Kovács Mihály Általános Iskolai Tagintézményének 8-os KUKTÁG szakkör tagjai Dedinszky László szaktanárral havonta egy alkalommal a lovagi udvarban főznek Szatmári János mesterséf vezetésével. Legutóbbi foglalkozáson az elméleti oktatás, fűszerek, alapanyagok után közös főzés volt. A gyerekek téli salátát, grillezett csirkecombot és sajttal töltött sonkát készítettek. Ma téli zöldséges ételek készültek, egy nagyon kevés grillezett csirkecomb filével és egy kis szezámmaggal a tetején. Úgy lett meg grillezve. A grillfűszer, a só és bors mellett boróka bogyót is használtak. Mellé joghurtos mártogatós készült, amihez zöldségeket kínáltak, és rétes lapra grillezett zöldségeket, répát, zeller, cukkinit, uborkát, paradicsomot. Tanár úrral mindig megbeszéljük közösen, hogy mi legyen a vonal, és most megbeszéltük azt, hogy a zöldségek, és téli zöldségek, amiket áron lehet kapni, a retek, akkor a répa, akkor a cukini, mert ez szinte folyamatosan van. És ezekből próbáltam megtervezni egy párfajta hétlapot, amit részletesen le van írva, és a gyerekek megkapták, és otthon ezt bármikor el tudják készíteni. Paprikát, hagymát, salátát halmoztak jutúróval és sajttal, majd megsütötték. Mint a séf elmondta, ezeken a főzéseken olyan ételeket tanít meg elkészíteni a diákoknak, amit otthon nem sűrűn fogyasztanak, bár nagyon egészségesek. Először is a répa, cukini, én is érdeklődtek, hogy kievett már, akkor egy kis angol zeller, lilahagyma, akkor azok a megszokottak, amiket általában lehet venni.
a boltokba. Hát akkor egy kis rukkolával is megpróbálkozunk, csak azt egy olyan módon, hogy magába a tejfölös majonézbe bele turmixoltuk, és akkor így vitaminokat viszünk bele, meg nézzük, hogy fognak rá reagálni, hogy fogják szeretni. A recepteket leírják, így a szülőkkel otthon is elkészíthetik az itt tanult ételeket. A mai napon a borókabogyó volt az új fűszer, a szezámmaga csirkére és a joghurtos öntetbe, rukkola saláta is került. A borókabogyóból nagyon keveset kell, de viszont egy ilyen különleges zamat és ízharmóniát ad a borssal és a sóval. Hát van, mikor egy kis kemény magot is teszünk hozzá, de szerintem a só, akkor a boróka meg a bors elegendő. Legközelebb farsangi ételeket készítenek a séf vezetésével. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a Nagykunsági Híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!